Egy korabeli időgépben ülünk. A gépek korában minden évtizedet annak mérnöki mesterművei határoznak meg. Tartsanak hát velem ezen az időutazáson, melynek során kipróbálom a csodás gépeket, amelyek megváltoztatták az emberek életét, és kialakították korunk Nagy-Britanniáját. Nagy-Britannia csodás gépezetei. A 80-as évek valódi fordulópont volt Nagy-Britanniában. Megszabadulni a régi tőrés teret engedni az újnak. Egy évtizednyi sztrájkok, olajkrízis és a gyáripar fokozatos hanyatlása után az ország a csőd szélén állt. Britannia első női miniszterelnöke, Margaret Thatcher, azaz a vaslédi, új gondolkodásmódra szólította fel a nemzetet, vagyis új üzletpolitikára. Az idejét múlt szokások poraiból feltámadni látszott az újítás szelleme. Ez a számítástechnika, a fejlett elektronika és az új anyagok korának kezdetét jelentette. Számomra a 80-as évek az a korszak, amikor a modern Nagy-Britannia végre megszületett. Szia, Maggie! Mit mondasz? Elérkezett a jövő! Megérkezett a jövő. A 80-as évek igazi sztárja az autó volt. 1985-ben egy brit autó időgépként tetszett népszerűségre a Vissza a jövőbe című kasszasikerben. A rendező Robert Zemeckis egy olyan autót keresett, ami kívülről úgy nézett ki, mint egy UFO. A csillogó, futurisztikus DeLorean tökéletesen beleillett a képbe. Első időugrását klasszikus 80-as évek stílusban tette meg, távirányítóval. Ahogy Doki mondta Martinak, ha helyesek a számításaim, amikor ez a kicsike eléri a 140 km/h, látni fogsz valami igazán ütőset. A film óriási siker volt, azonban ironikus módon a sci-fi bálvány gyártását addigra már be is szüntették. Vajon mi történhetett? Az egész John DeLorean-nel kezdődött az autós csodagyerekkel, aki az amerikai General Motors alelnöke volt. 1973-ban otthagyta jól fizető állását, hogy megvalósítsa álmát. Meg akarta tervezni és legyártani saját autóját, egy olyan autót, amely meghaladja korát. DeLorean szembeszállva az autóipar hagyományaival olyan egyedülálló külsejű gépkocsit álmodott meg, amelynek teljesítménye vetekszik a sportautókéval, mégis elfogadható ára van. Ráadásul, és most jön a lényeg, amelyik egy egész életen át tart. DeLorean segítségül hívta Colin Chapmant a Forma 1-es Lotus csapatból, hogy segítsen megépíteni az autót. 1981-ben 88 millió fontos állami támogatásnak köszönhetően megkezdődött a DMC 12-es gyártása. Köztudott, hogy nem ment minden terv szerint. DeLorean nagy nyilvánosság közepette csődbe ment, az autót pedig széles körben pocskondiázták. Ami azóta feledésbe merült, hogy valójában jó volt-e az autó vagy sem. Ellátogattam egy Kentben rejtőző különleges műhelybe, hogy megvizsgálja, milyen műszaki háttér rejtőzik a bálvány mögött. Az autók túlnyomó többségénél, mint például ennél a klasszikus XJS-nél, közönséges acélkarosszérű elemeket használnak. Erős, olcsó, meglehetősen ideális tömegtermeléshez. Azonban, ha az ember nem vigyáz rá megfelelően, rozsdásodni kezd. Tehát vagy helyre kell hozatni, vagy venni kell egy újat. Mivel DeLorean életre szóló autót akart létrehozni, inkább rozsdamentes acélt használt helyette. A DeLorean féle feltűnő karosszéria csupasz rozsdamentes fém. Ilyesmivel nem találkozunk gyakran. A rozsdamentes acél nem olcsó. Ahogy a mára híressé vált szárny alakú ajtó sem az. A különös ajtóval egy repülő madár látványát akarták kelteni. Ez is DeLorean nagyszabású tervének része volt, amelynek az volt a célja, hogy az emberek elámuljanak. Azonban a torziós karok és a hidraulikus rásegítő túl drágának bizonyult.
valamint a menőajtó komoly biztonsági kockázatot jelentett. DeLorean egy egyrészes öntött műanyag karosszéria felépítményt tervezett az autóra, ami okos és takarékos megoldásnak tűnt. De amikor Colin Chapman egy pillantást vetett a tervekre, tudta, hogy gond van. A műanyag karosszéria hatalmas ajtónyílásokkal és egy nehéz V6-os farmotorral nem túl biztonságos. Ezért Chapman újra tervezte a DMC-t. Acélvázzal. Ez egyszerű, bár nem túl olcsó megoldás volt. A magas költségek ellenére DeLorean álomautója gyártásra került, és 1981. januárjában piacra bocsátották. A reklámszlogen szerint vezesd a DeLorean-t, valósítsd meg az álmot. Még egy levelet is küldtek a vásárlóknak, amely az autó előnyeit ecsetelte. Jól kormányozható, rendkívüli élmény vezetni, egy életre szól. Nézzük, hogy megfelel-e az elvárásoknak. A DeLorean bírálók szerint az autó lomha és nehezen kormányozható volt, amit nem várnánk egy 2,8 literes V6-os motortól. Azt meg kell hagyni, hogy elég jól megy. A baj az volt, hogy az amerikai piacot célozták meg, ahol a közúti törvények megkövetelték a katalizátor használatát, ami 25%-kal csökkentette a motor teljesítményét. Ráadásul megemelték a felfüggesztést, amitől nehézkes lett a kanyarokban. Nem előnyös egy sportautónál. Szerencsére én az eredeti, változtatások nélküli brit modell előnyeit élvezhetem. Arra a következtetésre jutottam, hogy DeLorean csak nem megvalósította, amit megálmodott. Legalábbis ami a megengedhető árat, a sportautói teljesítményt illeti. Hogy ne menjen tönkre, DeLoreannek legalább évi 10 000 autót kellett volna eladnia. Ezt azonban meg sem közelítette. A túlzott becsvágy, a piac téves megítélése és a Lotus-féle újratervezés következtében megduplázódott az ár 12 000 fontra, azaz az amerikai piacon 25 000 dollárra. Ez pedig egyszerűen nem egy 25 000 dolláros sportautó volt. Csak nem 2 év gyártás után, miután mindössze 9 000 autót gyártottak le, DeLorean pedig botrányba keveredett, a cég csődbe ment. Ennek ellenére DeLoreannek sikerült egy olyan autót létrehoznia, amely valóban élethosszig tart. 3 évtizeddel később a jövőben még mindig ragyog a kicsike. Hatalmas sci-fi ikonná vált, kereskedelmileg viszont megbukott. A DMC 12 legalább bebizonyította, hogy rengeteg lehetőség van ebben az iparágban, és új ötletekkel, új technológiákkal fel lehet pezsdíteni. A brit kormány pedig bebizonyította, hogy hajlandó újfajta üzletpolitikát kipróbálni. A 80-as évek elején új ötletek és újszerű gondolkodásmód csöpört végig Nagy-Britannián. Új divat, új zene, új romantikusok. Szintén megjelent a színen egy újfajta csípős politikai szatíra. Új iparágak jöttek létre az elektronikai és a számítástechnikai forradalomnak köszönhetően. Ezekből az újításokból Nagy-Britannia is kivette a részét. Köszönhetően Maggie Thatcher miniszterelnök egyik kedvenc excentrikus vállalkozójának. Sir Clive Sinclair volt minden iskolás gyerek hőse, akik rá tudták venni szüleiket, hogy vegyenek nekik egy számítógépet. Természetesen, hogy segítsen a tanulásban. A zseniális ZX Spectrummal Sinclair létrehozta a világ legkisebb és legolcsóbb otthoni számítógépét. Mindössze 125 fontba került. Újságot oda, most. Ne, lassíts. Hogy kell lelassítani? Nem ezt akartam megnyomni, sajnálom. Nem értem, hogy lehet, hogy ez annak idején szórakoztatta az embereket. De furcsa mód könnyen rá lehet kapni. Próbáljuk meg még egyszer.
Köszi, Sir Clive! Sinclair azonban nem csak a számítástechnikával foglalkozott. 1985-ben feltárta a világ számára legújabb úttörő találmányát. Üdvözlöm a jövőben! Hadd mutassam be a Sinclair C5-öt! Ez autó volt, vagy bicikli? Ez volt Sinclair első lépése afelé, hogy megalapozza az elektromos járművek jövőjét. A C5 valójában egy elektromos tricikli. Azáltal, hogy a sebességet 25 km per óra, a súlyt pedig 60 kg alatt tartotta, Sinclair egy olyan elektromos járművet hozott létre, ami után nem kellett útadót fizetni, nem kellett biztosítást kötni rá, nem volt szükség sem jogosítványra, sem sisakra a vezetéséhez. Az ötlet kiváló, és annak ellenére, hogy egyetlen jó szót sem hallottam még a C5-ösről, úgy gondolom, egy próbát megér. Egy kisebb emelkedő felé tartok. Attól tartok, ez némi kihívást jelenthet a C5-ösnek. Tiszta erőből nyomom a gombot, és kezd kínossá válni a helyzet. Azt hiszem, kicsit rá kell segítenem lábbal. A tolatás nem mondanám, hogy erőssége, valójában nem lehet hátramenetbe kapcsolni. Nekem kell tolatni vele. Rettentő kínos. Nem emlékszem a kifejezésre, amit Sinclair használt. De ez egy körülbelül 80 yardos lábbal hajtott fordulásnak tűnik. Ez egy teljesen haszontalan járgány. Most megpittyeg rám. Sajnálom, Sir Clive, de egyszerűen nem találom a zsenialitásod ebben a masinában. Geronimo! Mielőtt azonban teljesen leírnám, találkozom a 80-as évek egy igazi C5-ös mérnökével. Vajon Adam Harper képes hívőt csinálni belőle? Kezdjük az akkumulátorral, ami úgy tudom a jármű súlyának egyharmadát teszi ki. Ez egy különleges akkumulátor. Úgy tervezték, hogy sokszor lehessen újra tölteni. Igen, nézzük most ezt a tárgyat itt, ami számomra leginkább egy apró mosógépmotorra hasonlít. A járművet a Hoover szerelte össze, és évekkel ezelőtt valahol megírták, hogy mosógépmotor van benne. Ez valójában nem igaz. Ezt a Philips külön erre a célra fejlesztette ki, és akkoriban technikai áttörésnek számított. Végül vegyük ezt a különös formájú tárgyat, ami engem egy ruhaállványra emlékeztet. Mondjon róla pár szót. Ez egy zárt szelvényes alváz. Clive felkérte a Lotus sportautógyárat. Ők tervezték ezt az alvázat, ami egy mérnöki remek mű, mivel hihetetlenül erős, mégis alig van súlya. Mivel az akkumulátor egy tonnát nyom, gondolom a többi résznek könnyűnek kellett lennie. Pontosan. Talán mégis több van ebben a kis gépben, mint első ránézésre gondolnánk. Jellegzetes karosszéria felépítménye pedig igazán high-tech. Sinclair csapata hónapokig dolgozott az aerodinamikán egy szélellenállás mérőcsőben. Így a jármű 75%-kal hatékonyabb lett, mint egy hagyományos kerékpár. Minél jobb az aerodinamikai hatékonyság, annál többet lehet vele menni egy töltéssel. Nagyjából 30 kilométert bír a leírás szerint. Sinclair kis járgánya 1985. januárjában került piacra alig 400 fontért, ami ma nagyjából 1000 font lenne. A legtöbb újságíró azonban már azelőtt leírta, mielőtt még az utakra került volna. Az elejétől fogva az emberek tartottak a C5-östől. Attól féltek, hogy fapados jellege miatt túl veszélyes lenne az úton közlekedni a kocsik és a teherautók között. Hogy ez jogos volt-e, próbáljuk ki. Az akkumulátor feltöltve, a motor átvizsgálva. Itt az ideje, hogy adjunk a C5-nek még egy esélyt. Irány a szupermarket 80-as évek módra. Meglehetősen furcsán néznek rám az emberek. Valószínűleg azt gondolják, hogy megőrültem. Talán igazuk is van. Egy sík, egyenletes úton elfogadható sebességgel megy, és nincs szükség rásegítésre. Ez az, sikeresen befordultunk. A forgalomban azonban az ember igencsak sebezhetőnek érzi magát.
És ez nem is egy forgalmas út. De elismerésem Sir Clive-nak, a hírnevét valamint 7 millió fontot áldozott erre a kis járműre. Na jó, a csomagtartó lehet, hogy túl kicsire sikerült. Az egész messze nem tökéletes. De meg kell hagyni, hogy egészében jobb, mint amilyenre számítottam. Lehet, hogy a rossz sajtó a C5 vesztét okozta, de a kis elektromos járművek ötlete azóta is él. Erősebb akkumulátorral és nagyobb teljesítményű elektromos motorral Sinclair álma a csendes és tiszta elektromos járművekről lassan valósággá válik. És ezeknek még a csomagtartója is elég nagy. Lehet, hogy Sinclair túlzottan meghaladta a korát. Bár a DeLorean és a C5 is kereskedelmileg megbukott, mindketten a 80-as évek úttörő szellemét megtestesítő jelképté váltak Nagy-Britanniában. Thatcher azonban egy nyugtalansággal küzdő nemzetet örökölt. A 70-es években olajkrízisek, társadalmi lázongások és sztrájkok rendítették meg a brit ipart. Azután 1982-ben jött a háború, amely egyesítette a nemzetet. Az ország egyik legfontosabb iparága egy mindent eldöntő próba előtt állt. A második világháború óta mérnökeink nagy sikerrel fejlesztettek ki zseniális katonai eszközöket. Egyetlen géptípus tekintetében azonban még mindig a nemzetközi riválisaink mögött kullogtunk. Egy olyan többfunkciós komplex gépről van szó, amely elengedhetetlen a modern hadviselésben. A királyi haditengerészet repülőszolgálatának Yeovilton állomásán vagyok, a 815-ös századnál, hogy szemügyre vegyem azt a nagyszerű brit helikopter találmányt, amely feltette a lécet a jövő helikopterei számára. A fantasztikus Westland Lynx. A leggyorsabb, legjobb manőverező képességű helikopter az egész világon. Ez egy haditengerészeti HAS MK3-as Lynx, az eredeti Lynx egy közvetlen típus változata. Több mint egy évtizedbe és sok millió fontba került a fejlesztése, és 1982-re a Westland a fennmaradásért küzdött. A Lynx-et két idejét múlt haditengerészeti helikopter utódjául nevezték. Ezek voltak a Wasp és a Wessex. A nemzetközi haditechnikai piacon az amerikaiak nagy vietnámi jelképe, a Bell Hui riválisát akarták elkészíteni. A Westland tervezői tudták, hogy a jövőjük a Lynx sikerén múlik, ezért apait, anyait beleadtak. Új teljesítménynövelő technológiákat vetettek be. Itt látható a Rolls-Royce gemhajtómű. Egyenként 800 lóerős teljesítményűek. Külön a Lynx számára tervezték őket. Sokkal kompaktabbak, mint a hasonló teljesítményű gázturbinás hajtóművek. A Lynx valódi zsenialitása azonban a forgószárny agyban, a mechanikus forgószárny vezérlőrendszerben rejlik, ami a legtöbb helikopternél sok-sok csuklóval van megoldva, ami elengedhetetlen a stabil repüléshez. Fluff, miért annyira kulcsfontosságú a forgószárnyagy ennek a helikopternek a teljesítményéhez? Bármelyik helikopternek ez az egyik legfontosabb alkatrésze. A Lynxnél az agy nagyon különbözik a megszokottól. A Lynxen úgynevezett félmerev agy található. Azért hívják így, mert összesen csak egy csukló található rajta. A rugalmas agy viselkedik csuklóként. Ha nyomást gyakorolok rá. Igen, látom. Látnia, hogy hajlik. Maga a titánium az, ami elnyeli a terhelést. A titánium teszi lehetővé, hogy ezt a forgószárny agyat alkalmazzuk ezen a helikopteren, és ettől lesz annyira mozgékony és jól irányítható. Új anyagok és megújult külső segítségével a Westland minimalizálta a Lynx súlyát, így maximalizálni tudta a fegyverhordó képességét. A mélyvízi bombától a torpedón át a rakétáig.
Egy két gyilkos rakéta van az oldalára erősítve. Mi ez és mit tud? Ez egy CSQA rakéta, ami egy úgynevezett Sea Skimming közvetlenül a tengerszint fölött haladó rakéta, félaktív és a Lynx fedélzeti radarja irányítja. Mitől olyan jó a Lynx? A Lynx gyors, mozgékony, képes az ellenség rakéta zónáján kívül körözni, és úgy tervezték, hogy stabil körülményeket biztosítson egy SQA kilövéséhez, és maximalizálja az ellenség kilövésének esélyét. És ebben nagyon sikeres. A Lynx forgószány rendszerét szándékosan instabilra tervezték, ezáltal lenyűgöző kitérő manőverekre képes támadás alatt. Felszerelték egy korszerű automata repülés vezérlőrendszerrel, ami nem robotpilóta, hanem egy számítógép, ami a pilótát segíti, hogy stabilan tartsa a gépet rakétakilövéshez. Ez a rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a Lynx képes legyen leszállni egy fregat apró hátsó fedélzetén, akár 8-as erősségű viharos szélben. A Lynx 1976-ban állt a királyi haditengerészet szolgálatába, tele kipróbálatlan lehetőségekkel. 6 évvel később a Lynxben rejlő lehetőségeket az elképzelhető legszélsőségesebb próbának tették ki. 1982. áprilisában Argentina megszállta a brit fennhatóság alatt lévő távoli Falkland-szigeteket. Margaret Thatcher 48 órán belül több mint 70 hajót és 25 ezer katonát küldött harcba, 13 ezer kilométerre a Dél-Atlanti óceáni télbe. Egy sokkal nagyobb hadsereg ellen indultak, akik ráadásul a hazájukhoz közel harcolhattak. Hét haditengerészeti Lynx helikopter hajózott el a sereggel, hogy megvédjék hajóikat az ellenséges tengeralattjáróktól és hajóktól. A konfliktus során a Lynx kiválóan teljesítette feladatát. Egy torpedóval sikerült megbénítaniuk egy tengeralattjárót, 3 argentin hajót pedig az új radarirányítású CSQA rakétával találtak el. Egyetlen Lynx sem esett ellenséges tűz áldozatául. A harcban elért siker lehetőséget adott a Westlandnek odahaza, hogy a Lynx nemzetközi értékesítésével megmentse a vállalatot. Először is tovább tökéletesítették. Hátranyilazott szárnyvégekkel kísérleteztek, amelyek elősegítették, hogy a Lynx forgószárnya a korábbinál még gyorsabb forgásra legyen képes. 1986. augusztusában az úgynevezett Burp forgószárnyakkal és feljavított hajtóművel felszerelve a Westland Lynx megkísérelte megdönteni a világ helikopter gyorsasági rekordját. Jelenleg 270 km-es óránkénti sebességgel haladunk. Esélyünk sincs elérni a különleges kialakítású Lynx sebességét. A Lynx 400,8 km/órás maximális sebességet mért. Ezzel a mai napig a Lynx tartja a rekordot, és sikeresen megszilárdította a nagyszerű brit helikopter hírnevét. Ezt a csodálatos gépet, amely a modern technológia élvonalát képviseli, a világ 18 országába adták már el. Májusában, ahogy a Falkland konfliktus végső stádiumába lépett, a szárazföldi csapatok átvették a központi szerepet. Nem utolsó sorban a Tupara emberei, akik a világ minden táján készült felszerelésekkel harcoltak. A puskám belga, a hátizsákom kínai, a csapatszállító skandináv. Van azonban egy létfontosságú elem, ami nagyon is brit. A
az F-107-es szimitár harci felderítő jármű. Könnyű, mozgékony és hihetetlenül gyors, bármilyen legyen is a terep. Minden idők egyik legnagyszerűbb katonai járműve. Ez a csodálatos gépezet úgy jött létre, hogy az Alvis autógyártó céget felkérték, építsen egy sor gyors katonai járművet, amelyek annyira könnyűek, hogy akár a levegőből is le lehessen dobni őket a csatatérre. A baj az volt, hogy egy acélból készült jármű 13 tonnát nyomott volna, ami túlságosan sok légi szállításhoz. Radikális gondolkodásmódra volt szükség ahhoz, hogy az új jármű megfelelő súlyú legyen. Na meg egy újfajta alumínium ötvözetre, pontosabban a DGFV 131-8B-re. Íme ez az, sokkal erősebb, mint a tiszta alumínium, de még mindig jóval könnyebb az acélnál. Így összesen 5 tonnát spóroltak meg. Hogy a költségeket minimalizálják, az Alvis ugyanazt az alvázat használta az összes járművön, a Scorpio tankon, a Spartain, a Sámsonon, a Szimitáron és a Szamaritánuson is, azaz a rakétakilövőktől a mentőkocsiig. Mindegyik jármű 8 tonnát nyomott, ami 7-szer könnyebb egy átlagos harckocsinál, és tökéletesen alkalmas légiszállításra. A Szimitár talajnyomása kevesebb, mint 1 kg per négyzetcentiméter. Más szóval ez a 8 tonnás gép itt mellettem ugyanannyi nyomást gyakorol a talajra négyzetcentiméterenként, mint én teljes felszerelésben. Igazán könnyű súlyú. Az alumínium páncél azonban csupán a gránátoknak és a kisebb lőfegyvereknek volt képes ellenállni. Ezáltal az új harckocsik gyorsaságukra és mozgékonyságukra támaszkodva próbálták elkerülni a sérülést. A Szimitárt egy 4,2 literes Jaguar motor hajtotta, nagyjából ugyanolyan, mint amit egy E-kategóriás sportautóban találunk. Ez volt gyakorlatilag az egyetlen olyan létező motor, ami elég könnyű és nagy teljesítményű volt ahhoz, hogy megfeleljen az új harckocsik mérettel, súlyjal és teljesítménnyel kapcsolatos elvárásainak. Az Alvis a motort egy zseniális átviteli rendszerrel kombinálva létrehozta a tankok versenyautóját, amely akár 112 km/órás sebességgel tudott száguldani a csatatéren. Legalábbis így informálta mellettem ülő vezető, Andrew Baker tankgyűjtő. Ezt nem tengeri betegeknek találták ki. Gyakorlatilag arra fejlesztették ki, hogy végig robogjon a harctéren, felderítse az ellenséget, aztán elmeneküljön. De azért fel van szerelve egy roppant precíz Rarden gépágyúval, a biztonság kedvéért. Andrew, megpróbálhatom én is? Persze, természetesen. A legtöbb tank úgy fordul, hogy az egyik oldal lefékez és farol. Ezzel szemben a Szimitár ügyes átviteli rendszere több nyomatékot juttat a talpakra, hogy ne veszítsen a sebességből. És szinte helyben meg lehet vele fordulni. Vagyis majdnem. Még kezdő vagyok. A leglenyűgözőbb az egészben, hogy ezt mind pontosan ugyanígy meg tudja csinálni hátramenetben. És legalábbis elméletben 112 km/órás sebességgel halad hátrafelé is. Annyira élvezem! Ezt a remek harckocsit először 1982-ben tették próbára éles bevetésben. A brit hadsereg 4 Szimitárt és 4 Skorpiót vitt a Falkland-szigetekre, ahol a mocsaras körülmények nem kedveznek a nehéz tankoknak, vagyis az átlag harckocsiknak.
A brit harckocsi vezetők hamar kitapasztalták, hogyan tudnak megbirkózni a körülményekkel. Itt jön ki igazán a gyorsaság és a könnyű súly kombinációjának előnye. Ha egy harckocsizó zöld ingományos részt látott maga előtt, tudta, hogy laza talaj következik. Ilyenkor teljes gőzre kapcsolt, hetedik sebesség, ment, mint a villám. Június elejére az új harckocsikkal megerősített brit hadsereg bekerítette az argentin erőket Port Stanley határában. Az utolsó csatákat a városra néző fennsíkokért vívták, beleértve Wireless Ridge-et is. 1982. június 13-án, este 8 óra 30 perckor a Tupara A és B század a támadást indított Wireless Ridge ellen a Blues and Royals elit alakulat két szimitár és két Scorpio tankjának segítségével. A szimitárok és a skorpiók úgynevezett hangos támadást indítottak. Felpörgették a motort és elsütötték az ágyukat, abban a reményben, hogy ez megijeszti és megzavarja az ellenfelet. Terv bevált, hajnalra az argentin hadsereg visszavonulót fújt Port Stanleynél, majd még aznap valamivel később lemondtak a szigetekről. Nagy győzelem volt ez a brit nemzeti büszkeség számára, és dicsőítette a katonák hősiességét és a nagyszerű brit harckocsikat. Szép munka volt, fiúk! A Lynxhez hasonlóan a szimitár is nemzetközi siker lett. Több mint 19 országnak adtak el belőle. Az új technológiának és a zseniális tervezésnek köszönhetően a haditechnikai ipar virágzásnak indult. A megerősödött export pedig segített fenntartani egy erős hadsereget. A 80-as évek közepére a technológiai újdonságok kezdtek beszivárogni a mindennapi életbe. Oké. Igaz, hogy még volt rajta mit dolgozni, de a 80-as években ez a legkorszerűbb technológiának számított. A miniszterelnökkel szeretnék beszélni. Jó híreim vannak, asszonyom. Az északi tengeren fekete aranyra bukkantunk, és ahogy folyt be az olaj, úgy ívelt felfelé a gazdaság. Most már a pénz és az ötletek is adottak voltak, hogy létrehozzuk a Maggie által megálmodott kapitalista utópiát. Nincs annál jobb módja, hogy eljussunk városi munkahelyünkre, mint egy olyan kocsival, ami hobbi szinten zabálja az üzemanyagot. Az 1980-as Lotus Esprit Turbo szemkápráztató Essex Petroleum színben. Ez az autó egy olyan háziipar terméke, amely a 80-as évekre hirtelen óriási üzletté vált. És Nagy-Britannia fogta a gyeplőt. A motorsport végre beérett. Az élvonalában pedig a Forma 1 állt. A leggyorsabb és technikailag legfejlettebb versenyautók közül sok brit gyártású autó volt. Számomra a legnagyobb úttörő a Lotus volt. Az agy a csapat mögött nem más volt, mint Colin Chapman, a férfi, aki helyrehozta a DeLorean-t. Eljöttem a Classic Lotus csapathoz, hogy mindent megtudjak Chapman újításairól, amelyek a Forma 1 modern korszakának kezdetét jelentették. Chapman irányelve az volt, hogy a súly csökkentésével növelje a teljesítményt. Minél könnyebb, annál gyorsabb, könnyebben kezelhető, ugyanakkor kevésbé veszi igénybe a fékeket és az abroncsokat. Ez mind előny az autóversenyben. Chapman híres volt arról, hogy feszegeti a határokat, harcba száll nagyobb, gazdagabb csapatokkal, és túljár az eszükön. Ezzel elősegítette a modern Forma 1-es autók evolúcióját. Ilyen autókkal, mint ez az 1970-es Lotus 72, Chapman megalkotta a modellt, amelyet a Forma 1-es autók a mai napig követnek. A hegyes orr, a monokok, az oldal áramvonalazók, amelyek beburkolják a hűtőt, valamint az első és a hátsó szárnyak.
A 80-as évek elején a csapata végletekig kiaknázta az aerodinamikát, olyan leszorító erőt hozva létre, hogy a versenyautóik szinte odaragadtak a pályára a kanyarokban. A fémkaros széria azonban nem bírt a masszív erőkkel, ahogy ezt Colin Chapman fia Clive elmagyarázza nekem. A kocsi által létrehozott leszorító erő annyit jelentett, hogy az autó nagyon gyorsan tudott kanyarodni, a felfüggesztés pedig egyre keményebb lett. A jó öreg alumíniumváz már nem volt képes megbirkózni ezekkel az erőkkel, és a szegecsek meg mindenfélék kezdtek kipotyogni. Ez bizonyos probléma volt. Tehát a fém monokok túl nagy terhelésnek voltak kitéve. Mi volt a megoldás? Akkoriban kezdték el az űrkutatásban és a honvédelemben vizsgálni a karbonszálban rejlő lehetőséget. Apám mindig szívesen támogatta az újításokat, ezért azt mondta, hogy próbáljuk ki a szénszálat, és előrukkolt a Forma 1-es első kompozit karosszériával. A kompozit nem csak merevebb és könnyebb, hanem könnyebben is formálható, mint a fém. Először néhány réteg szövetet helyeznek egy öntőformára. Az elkészült részt préselőbe helyezik, ahol gyantát adnak hozzá, azután fél óra alatt kiégetik. Az eredmény egy merev, erős és igen könnyű alkatrész, amely képes megvédeni a pilótát komolyabb becsapódás esetén. Tűz! Nem szívesen hagynám ott az ujjam. Az üvegszálas kompozitok elnyelik az energiát, és az ütköző szerkezet fele épp marad. Az üvegszálat már ismerték egy ideje. De 1982-ben az új és sokkal drágább karbonszál keltette fel Chapman érdeklődését. A karbonszál háromszor olyan erős, mint az alumínium, ugyanakkor fele akkora súlyú. Ezért vált a 80-as évek elejére a versenyautók kedvelt új alkotóanyagává. Chapman és a Lotus nekilátott, hogy elsőként megépítsék a karbonszállal készült Forma 1-es autót. A 1982-ben a Lotus 91-es karbonszálas monokok, Chapman elképzelése a Forma 1-es autók jövőjéről valósággá vált. Az új, könnyű és erős anyag révén a Forma 1-es autók minden eddiginél gyorsabb körökre voltak képesek. És aki megengedhette magának, az vásárolhatott egy kis ízelítőt az izgalmakból. 1980-ban, hogy megünnepelje dicsőséges Forma 1-es karrierjét, a Lotus piacra dobta első igazi szuperautóját. 240 km/h csúcssebességével a Lotus Esprit Turbo valódi legendává vált. És már itt is van. Chapman legújabb találmánya lehetővé tette a hétköznapi vezetők számára, hogy megtapasztaljanak valamit a Forma 1-es technológia izgalmából. Ma pedig rajtam a sor, a Lotus főmérnöke Roger Becker kíséretével. Rendben van. Jó kezekben vagyok, mert Roger az egyik Bond film, a kém, aki szeretett engem kaszkadőr pilótája volt. A gyors vezetés alaptétele nem az agresszivitás, hanem a finom, egyenletes vezetés. Befektetni a kocsit a kanyarba, egyenes vonalban fékezni. Ne csak az előtted lévő néhány méteren vezesd az autót, hanem nézz sokkal előrébb, hogy a kocsival együtt mindig készen állj a következő eseményre. Az új Esprit, mint a legtöbb akkori Forma 1-es autó, turbóhajtású volt, ami 30%-kal növelte a motor teljesítményét. 240 km/h csúcssebességével igazi szuperautó volt. Bár meg kell mondanom, hogy elég nehéz Roger utasításaira koncentrálni, ezzel a sok piros bőrrel körülöttem. Nézzük, hogy a Lotus vajon képes-e profit csinálni belőle. Szóval csak semmi nyomás. Gyerünk, Barry, koncentrálj! Érezd az utat, figyelj előre, húzodj balra, tartsd finoman. Mindig használd ki a pálya teljes szélességét, hogy a legideálisabb pozícióban fordulj rá a következő kanyarra. Gyerekjátéknak tűnhet az egész, ha jól csinálod. Lassíts, lassíts, lassíts! Egyre jobb köridőket megyek, és egyre kevésbé viseli meg az autót és a pilótáját. Milyen könnyű, nem? Semmi izzadság, egy csepp nedvesség sincs a homlokodon.
Az ördögbe egyáltalán nem vagyunk sebességben éppen. Igen, sokkal jobb. Ó, a csodás Esprit. Az igazi brit ikon, ami nem egy, hanem két Bond filmben is szerepelt. Mit művesz 007-es? Csak védem a britek becsületét, uram. Sajnálatos módon a Lotus alapítója Colin Chapman elhunyt 1982-ben, mindössze 54 éves korában, így nem láthatta, micsoda hatással volt vállalata a brit motorsportra. Számomra Chapman legnagyobb teljesítménye az, hogy egy teljesen új iparágat hozott létre. A Lotusszal az élen a brit motorsport csak úgy vonzotta a brilliáns mérnököket. A Forma 1-től kezdve egészen a go-kartig az autóversenyzés sportja évi 7 milliárd fontos iparággá nőtte ki magát, valamint az ország egyik legfontosabb bevételi forrásává vált. Közben az utca embere turbó irítségben szenvedett. A 80-as évek elején a Forma 1-es és a szuperautók meghaladták a legtöbb autóversenyezni vágyó pénztárcáját. Maximum egy ilyen klasszikus szögletes Cortinára futotta. De a Cortinában sohasem lehetett versenyautó. Minden az aerodinamikán múlik. Ez a Cortina volt az, amelyik utolsóként gurult le a futószalagról 1982-ben. Ez egyben egy korszak és egy autótípus végét jelentette, aminek aerodinamikája sajnálatos módon egy tégláéval ért fel. A színfalak mögött a brit Ford egy olyan új külsőn dolgozott, amely örökre megváltoztatta autóinak megjelenését. A 70-es évek olajkrízise után a Ford tervezői egy olyan modellen kezdtek dolgozni, ami sokkal gazdaságosabb a Cortinánál. Az üzemanyag hatékonyság javításához pedig a kulcs az aerodinamika volt. 1982-ben leleplezték a Cortina utódját, a Ford Sierrát. Az új áramvonalas külső lenyűgöző 20%-kal hatékonyabb volt aerodinamikailag, mint a Cortina. Pontos előrelépés volt ez az utcai autók számára. De csak az ezt követő események által vált a Sierra váratlanul brit jelképpé. Ron Mansfieldet, a Ford speciális gépészmérnöki csapatának vezetőjét kérték meg, hogy alakítsa át a Sierrát versenyautóvá. Rod, mi késztette a Fordot arra, hogy fogjon egy átlagos családi autót és versenyautót csináljon belőle? Az volt a célunk ezzel az autóval, hogy versenyezzen és megnyerje a túrautó bajnokságot. Mielőtt belevágtak volna a versenyzésbe, a nyerési esélyeket akartak Rodnak és csapatának jelentősen növelnie kellett ennek az alapfelszereltségű lomha autónak a teljesítményét. Bele kellett építenünk ebbe az autóba mindazt a dolgot, amit az autósportban elvártak. Visszatekintve gondoltad volna akkoriban, hogy ez az autó, amit a csapatoddal építesz, a 80-as évek egyik jelképévé válik? Nem, bevallom, meglepett, hogy az autó ilyen jelentőssé vált. A Ford a Forma 1-es motorgyártás szakértőit, a Cosworth-öt hívta segítségül, hogy kezdjenek valamit a Sierra meglehetősen gyenge, 75 lóerős Pinto motorjával. Új hengerfejjel szerelték fel, és kapott egy másik kedvelt Forma 1-es jellegzetességet. A Lotus Esprithez hasonlóan a Sierra is egy Garrett turbo feltöltőt kapott, ami rendesen pumpálja levegővel a hengereket. A felturbózott motor impozáns 200 lóerővel vágtatott. Ezzel a megnövekedett teljesítménnyel azonban az áramvonalas hátsó kerék meghajtású Sierra nehezen tapadt a kanyarokban. Szintén a Forma 1-ből kölcsönzött technológia ez a meglehetősen nagy, jellegzetes hátsó szárny, amit bálnafaroknak is nevezünk. A jellegzetes Ford Sierra RS Cosworth elkészült. És hogy eleget tegyenek a túraautó szabályzatnak, a versenyautókon kívül 5000 közúti kosszit is építettek. Lényegében ezek is versenyautók voltak, amit a hétköznapi ember is megvásárolhatott. Majd elvihette egy nyugdíjas körre. Az igazat megvalva nem hiszem, hogy erről álmodoztak volna a Cosworth tulajdonosok. Nagyon tuti!
Nincs is rá alkalmasabb hely, hogy jól odatapossunk neki, mint a Ford technikai központja. Ugyanazon a pályán, ahol Mansfield csapata a 80-as évek elején tesztelte az RS-t. Meg kell hagyni, hogy ez az autó kifejezetten szereti, ha adunk neki egy kis gázt. Mint ha azt mondaná, hogy igen, kérek még. Ó, igen. A csúcssebessége 160 km per óráról hihetetlenül megugrott 240 km per órára. Szuperautó teljesítmény egy családi autótól. Remekül összerakott kis autó. Egy felturbózott verzióval, az RS 500-assal a versenypályán a Ford uralta a brit túraautó bajnokságot 40 egymást követő versenygyőzelemmel. Mégis a jelképpé vált közötti verzió játszott igazán fontos szerepet a modern autók megformálásában. A sima, aerodinamikailag hatékony forma és a versenyautóhoz hasonló teljesítmény hamar népszerűvé tette a nagy teljesítményű autókat kínáló szalonokat. Szóval, ha valaki legközelebb ránk tapad az M6-oson, 140 km per órás sebességnél, attól tartok, a Cosworth hibás. Számomra a Sierra Cosworth a 80-as évek Nagy-Britanniáját testesíti meg. Merész, vakmerő, rámenős, ráadásul újszerű. Nem ez volt a legelegánsabb évtizedünk, viszont egy új kezdetet jelentett. A 80-as évek egy kifinomultabb, high-tech Nagy-Britannia tínédzser évei voltak. A nagyszabású hazai iparágaink lehet, hogy hanyatlóban voltak, de köszönhetően az új gondolkodásmódnak, új ötleteknek és új technológiáknak a brit mérnöki és tervező munka vígan virágzott. A jövő elérkezett. Ide, Nagy-Britanniába. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.